A szintén élvonalban szereplő Újpest ellen tartott a főpróbáját a bajnoki rajt előtt a kupagyőztes Haladás VSE NB1-es futszál csapata. A hazai edzőmérkőzésen a Hali kezdett jobban, a zöldfehérek az 5. és a 14. percben is betaláltak, így a szünetben 2-0-ra vezettek. A második játékrész eleje is a Haladásról szólt. Drót Zoltánék ragyogóan játszottak, a lilák a félpályát is csak elvétve tudták átlépni. A 26. percben végleg eldőlt a felkészülési meccs, ugyanis 5-0 állt az eredményjelzőn. Az 5 gólos előny tudatában a hajrára hátradőltek a szombathelyiek. Az újpestiek pedig átálltak 5-4 elleni játékra, aminek köszönhetően az utolsó percekben háromszor is betaláltak. Bár sokáig simábbnak tűnt, a Haladás végül 5-3-as győzelemmel hangolt a szezon rajtra. Örülök a győzelemnek, azért az fontos, így a bajnoki rajt előtt, hogy győzelemmel tudtuk kezdeni. Hát nem tudom, nagyon sok elemet gyakoroltunk. A fiatalok beépítése volt elsősorban a hangsúly. Tényleg már készültünk az első bajnoki rajtra, úgyhogy én elégedett vagyok eddig a felkészüléssel. A Haladás futszál csapata pénteken igazi rangadóval kezdi az idényt. A szombathelyek a Ferencváros vendégeként lépnek pályára.